1952. február 13-án születtem. Az Üllői út 80 szám alatti kettes számú szülészeti klinikán, a 8. kerületben, a Józsefvárosban. Édesanyám elmondásából tudom, hogy pont déli harangszókor jöttem a világra, behallatszott az Üllői úti örökimádás templom déli harangszója a kórházi szülőszobai ágyra. Vízöntő jegyében születtem, de a történethez talán még az is hozzátartozik, ha nem árulok el titkot ezzel. Ezt is a szüleimtől tudom, hogy 9 hónappal azelőtt a debreceni Aranybika szállóban fogantam. Édesanyám színésznő volt, ekkoriban a Győri Színháznál játszott, ott volt szerződése, úgyhogy a rövid szülési szabadságot követően neki vissza kellett menni dolgozni, akkoriban nem volt még gyes, meg hasonló juttatás. Úgyhogy az édesanyja, az én nagymamám úgy döntött, hogy az akkor még 3 serdületlen gyermekét és a férjét ott hagyja az Üllői úton, a sebészeti klinikán, ahol a nagyapám portásként dolgozott, és a lányával, édesanyámmal leköltözik néhány hónapra Győrbe, hogy anyu még ezt az évadot végig dolgozhassa. És ott vigyázott rám a nagymama. A szüleim már a születésem pillanatában külön éltek, jogilag ugyan még nem váltak el egymástól, ezután következett, de hát ez egy hosszabb folyamat, de ők nagyon rövid ideig éltek együtt. 51 tavaszán házasodtak, nagymamám rendkívül boldog volt, hogy egy finom úriember, ahogy ő szokta volt mondani, vette el édesanyámat feleségül. Apu ugyanis egy kisnemesi családból származott és katonatiszt volt az édesapja, ez szegény nagymamám szemében sokat nyomott a latban. Annak ellenére, hogy mivel apu Bihar nagybajomi származású volt, és a szomszéd faluban, már ugyan Békés megyében, Füzesgyarmaton, de mintegy 5 kilométerre körülbelül Bihar nagybajomtól, Kéri családnak éltek rokonai, a Komsa család, és ők amikor megtudták, hogy milyen frigy készül, táviratot küldtek a nagymamáméknak, amiben azt írták, hogy házasságot, esküvőt leállítani, stop, a mezei család, híres nőcsábász, szédelgő család, stop. Hát, hogy ezt mire alapozták, azt nem tudom, mert Bihar nagybajomban az én drága jó dédnagyapám élt, aki 8 gyermeket nevelt feleségével együtt egy küzdelmes életen át. Hát ott házasság szédelgésről az ő esetében szó sem lehetett. A legnagyobb fia Lajos igen korán fiatalon megvakult, tehát nagyjából őt is kizárhatjuk ebből a körből. A nagyapám Mezei Jenő pedig hát szintén nem volt tekinthető házasságszérzelgőnek. Igaz ugyan, hogy a nagymamámtól, Kólert Augustától elvált, de utána ismét házasságot kötött, és ezzel a házasságainak a száma ki is merült.
Úgyhogy ez valószínűleg valami félreértés lehetett, és valami másik mezei családról szólt a fáma, de hát mint érdekességet megemlítem. A nagymamám olyan boldog volt, hogy egy budatétényi telket adtak el a házasságkötés örömére, hogy abból részben finanszírozzák a lagzit, másrészt, hogy édesanyámnak hát a kelengyét megvásárolják, aminek a fő alkotó eleme egy fehérre festett gipsz mintás a kor ízlésének megfelelő női hálószoba bútor volt. Édesapám az esküvő napján boldogan odament a nagymamámhoz, és kijelentette neki, hogy anyuka, egy fillér adósságom sincs. Nagymama már ettől a mondattól megütközött, meglepődött, ekkor azonban apu folytatta, és azt közölte a nagymamával, hogy de egy fillérem sincs, anyuka. Úgyhogy hát ez volt a jó párti, de hát ebben nem is ez a lényeg. Anyuék a Pozsonyi úti református templomban esküdtek, Rabasz László püspök úr adta őket egybe, sok színész kollega volt jelen, aztán a Tiszti Kaszinóban volt a lagzi, mert a Honvéd Színháznál dolgoztak ők ekkor. De hát mondom, mire megszülettem, már elromott a házasság, és külön éltek.